Mintha rendkívüli árvízhelyzet lenne, a 2001-es árvízi állapotokhoz hasonló hidrológiai előrejelzést szimuláltak, összehívták a Védelmi Bizottságot és a legmagasabb árvízvédelmi készültséget rendelték el. A tivadari gyakorlattal tesztelték, hogyan működne együtt a vízügy, a katasztrófavédelem és a társszervek egy gyors és hatékony beavatkozás érdekében, valamint tesztelték azt is, hogy hogyan működne egy ilyen helyzetben a beregi tározó. Mindig szükség lesz arra, hogy megfelelő vízügyi szakember gárda meg tudja mondani azt az előrejelzések alapján, hogy mikor kell üzembe helyezni, mikor kell megnyitni a zsilipeket, és azt is tudnunk kell, hogy milyen műszaki feladatok ellátására van szükség. De gondolnunk kell itt a jogi-gazdasági összefüggésekre is, hiszen minden jogszabálynak, minden szabályzatnak meg kell felelnünk egy ilyen bonyolult rendszer működésbe hozásánál, és tudomásul kell venni azt is, hogy a lakott területek, az emberéletek biztonságban vannak, de mezőgazdasági területen károk fognak keletkezni, tehát ezzel is foglalkozni kell, és a gazdálkodókat meg kell nyugtatni, és a kártalanítást is el kell végezni. A beregi térség számára a legnagyobb védelmet a 2015-ben megépült beregi tározó jelenti. A komplex árvízvédelmi építmény 19 település 23 ezer lakosának árvízi biztonságát szolgálja. A Jánd és Gulács közötti 58 millió köbméter víz befogadására képes tározó 69 vízvédelmi műtárgyat foglal magába. Ezek azok a létesítmények, amiket nem szívesen próbál ki az ember. Tehát ide víz akkor érkezik, amikor már igazán nagy a baj. Viszont fontos, hogy ne ezeknél az árvízi helyzeteknél próbáljuk ki, hanem minden évben és folyamatosan készüljünk az ilyen szélsőséges állapotokra, és tudjuk azt, hogy ilyenkor mi a teendő. Ennek megfelelően ugye különböző forgatókönyvek, szélsőséges forgatókönyvekre készülve a védekezés különböző módszereit próbáljuk ki, így mögöttem például a hullám védelem elleni védekezés különböző módszereit látjuk, de ugyanígy a kialakuló belvizek elleni védekezés, tehát a belvizek tározóba történő átemelését és egészen a beeresztő műtárgy kipróbálásáig mindent ebben a 4 napban végig gyakorlatozunk. A műveletben a rendőrség az útlezárást biztosította, a védekezésben a katasztrófavédelem szakemberei is részt vettek. Az időtényező a legfontosabb. Láthattuk itt a beavatkozási helyszíneknél, hogy nagyon gyorsan tudjuk elzárni a víz útját, és a megváltozott időjárás, a felmelegedés és a kiszámíthatatlanság egyre fokozódik. Én tavaly év végén egy építési munkánál személyesen élhettem át azt, amikor védekeznünk kellett az árvíz ellen. Ez nem veszélyeztette a lakosságot, csak az adott munkavégzést, de mindössze 6 óra alatt brutálisan emelkedett a vízszint, és túllépte azt a határt, amit mi már meg tudtunk védeni. A Tisza völgyének árvízvédelmi fejlesztései folytatódnak, új tározók is épülnek, illetve a Tivadari híd átépítésére is szükség lesz. A műszaki állapota is most már olyan a hídnak, hogy újat kell építeni, egy 3 pilléres hidat terveztek. Azon vagyunk többen, hogy a költségvetésbe férjen majd bele, ami nem egyszerű, hiszen nagyon sok mindenre kellene költségvetési forrás. Megjelent, hogy ez tolódik, én úgy gondolom, hogy ez talán ebben a ciklusban az építkezés el fog kezdődni. Az árvízi védekezésben elengedhetetlen a határmenti térségek együttműködése, mondták a gyakorlat végén az összegző értekezleten. Magyar-román oldalon a távjelző rendszert kell fejleszteni, ukrán oldalon pedig a megkezdett töltésfejlesztést kell folytatni, valamint tározók építésére is szükség van.